Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Dicsérjük Istent tovább énekszóval, énekeljük a 356. dicséretünknek mind az 5 versét. A 356. dicséret így kezdődik: Felvirradt áldott szép napunk.
Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, amint megírva található Lukács evangéliumának 24. részében, a 13-tól a 24-ig terjedő versekben. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét, eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását, imádsággal feleljünk a mi Urunk megszólító szavára. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy feltámasztottad az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő az első lett azok közül, akik hitben elköltöznek és feltámadnak az örök életre. Dicsőítünk téged azért is, mert Urunk halála és feltámadása által a megtérés lehetőségét adod nekünk. Így lehetünk igazán a te néped, Jézus Krisztus gyülekezete és egymás testvérei. Eléd hozzuk kegyelemre, békességre és szeretetre szoruló életünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és elfogadsz minket. Könyörgünk, bontsd le mindazt, ami tőled elválaszt, és gazdagíts bennünket szent igéd által. A mi Urunk Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 187. dicséretünket énekeljük. A 187. dicséret így kezdődik, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Thank you.
Az a szent ige, amelyről szeretnék előttetek Isten szent lelke segítségével bizonyságot tenni, megírva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliumának a 24. részében, a 13-tól a 24-ig terjedő versekben, valamint annak a folytatásában, a 25-től a 35-ig terjedő versekben. Akkor ő így szólt hozzájuk: Úti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárt előttünk az írásokat? Míg abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Szeretettel köszöntjük minden kedves testvérünket, akik a tévé képernyője előtt, vagy pedig online vesznek részt húsvéti ünnepi istentiszteletünkön. Az elhangzott bibliai történetben két tanítvány igyekszik Emmaus felé. Úgy tűnik, mintha ennek a történetnek Emmaus lenne a középpontja, pedig nem Emmaus a középpont. Jól lehet ezek az események az Emmaus felé vezető úton és Emmausban játszódtak le, a középpont az mégis Jeruzsálem. Az asszonyok vasárnap hajnalban elmentek a sírhoz, hogy bebalzsamozzák Jézus holttestét, de nem találták ott, hiszen Jézus feltámadt. Amikor elmondták az apostoloknak, hogy Jézus feltámadt, akkor a tanítványok asszonyi fecsegésnek vélték ezt a dolgot. Pedig Jézus valóban legyőzte a halált, és készül elfoglalni a helyét az Atya trónusán. Azért Jeruzsálem ennek a történetnek a középpontja, mert Jézus ott támad fel. Az Emmaus felé haladó két tanítvány szinte személyes ismerősünk, nem csak azért, mert már többször hallottunk róluk, hanem azért is, mert a mi gondolkodásunk hasonló az övékéhez. Ők is olyanok, mint mi, akik tisztelik és szeretik Jézust, ismerik és idézik beszédeit, ismerik a történetét, de nincs bennük öröm, kiábrándultak, lecsüggesztett fejjel járnak. Csak nagypéntekig látnak, a keresztre feszítésig, a szenvedésig, Jézus eltemetésig, de amikor a feltámadásról kéne beszélni, akkor már hallgatnak. Megtorpannak. A vasárnap hajnalban történtekről csak úgy szólnak, minthogyha az üres fecsegés lenne. Asszonyi szóbeszéd. És ezzel bevallják azt, hogy nem igazán hisznek Jézus feltámadásában. Milyen különös, hogy ez a két tanítvány a világ történeti jelentőségű események idején, azon a napon és abban az órában ott voltak a szent titkok kiáradásának a közvetlen közelében, és mégis elfelé igyekeznek Jeruzsálemből. Jogosan vált az egyházban a kiábrándultság jelképévé, szimbólumává ez a két tanítvány. Minden gondolatuk a körül forog, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt.
Ez a két ember megy az úton, beszélgetnek, vitatkoznak egymással, és egyszer csak melléjük szegődik egy idegen. A kor szokása megengedte, hogy megkérdezze, miről beszélgettek egymással útközben. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Kérdezi az egyik tanítvány, Kleopás. Joggal gondolhatják, hogy ez az idegen egy jövevény, hiszen a Páska ünnepére sokan érkeztek a diaszpóra zsidóságból. Jézus pedig részben nevelő szándékkal, részben pedagógiai érzékkel, részben pedig provokatív éllel visszakérdez, hogy miért, mi történt. Erre a tanítványok elmesélik a történteket. És a keserűség mélypontja ez a tanítványok számára, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azt hittük és reméltük, hogy ő viszi végbe a megváltást, de nem ez történt. Talán még az is megfordult a fejükben, hogy érdemes még ezek után élni. Hiszen Jézus Krisztus nélkül nem sokat ér az élet. Jézus azonban mélyen meg van döbbenve a magatartásuk miatt, és azt mondja nekik, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Egy nagy szakadék tátong Jézus és a tanítványok között. Jézus ekkor felsorolja azokat a proféciai helyeket, azokat az ige helyeket, amelyek a halálára vonatkoznak. És a tanítványok azt gondolják, hogy ez az idegen egy rabbi, egy tanító. A mai keresztények közül is sokan nem állnak messze ezektől a tanítványoktól, sokszor lejátszódik az Emmausi út a mi életünkben is. A lelkesült ünnepek után eltávolodunk a templomtól, eltávolodunk a bibliaolvasástól, az igehallgatástól, eltávolodunk a gyülekezettől, Jézus Krisztustól. A mi Emmausi útunknak véget kéne érnie már. Ahogy egykor a feltámadott Úr csatlakozott a tanítványokhoz, úgy jár mellettünk most is Jézus, és várja, hogy felismerjük őt. Jézus elkezdte magyarázni a tanítványoknak az eseményeket, de még mindig nem lett nyilvánvalóvá előttük, hogy nem egy idegennel, vagy egy rabbival van dolguk. Az Emmausi tanítványok egymással beszélgettek, mielőtt Jézus csatlakozott hozzájuk, de egyik sem tudta a másikat meggyőzni. Hogyha magunkra maradunk, ha a Szent Lelket kikapcsoljuk, akkor nem tudunk egyetérteni, nem tudjuk a másikat meggyőzni. Viszont a tanítványok a szívük mélyén rejlő titkokat is kibeszélték ennek a számukra idegennek tűnő embernek, Jézus Krisztusnak. Mondták neki, hogy hát abban reménykedtünk, hogy ő, azaz Jézus fogja megváltani Izraelt. És Jézus erre megmagyarázza nekik azt, amit tudniuk kell, mégpedig magas színvonalon. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie, kérdezi tőlük. Ekkor kezdtek a tanítványok feloldódni, és érezték, hogy a megosztott teher az már csak fele olyan nehéz. Mire Emmausba érkeztek, nem akarták Jézus Krisztust tovább engedni, szinte kényszerítették, hogy menjen be hozzájuk, és vacsorázzon velük. Jézus engedett az ő kényszerítésüknek, engedett annak, hogy erőnek erejével marasztalták, és bement a tanítványok házába, ám mire ők feleszméltek, Jézus eltűnt előlük. Az előbb még velük volt, az előbb még beszélgettek, és amikor felismerték őt arról, hogyan áldotta meg és törte meg a kenyeret, akkor eltűnt a szemük elől. Csak ekkor jöttek rá, hogy ez nem egy idegen, nem egy rabbi, hanem maga Jézus Krisztus. És azért nem tudták megállapítani rögtön, hogy kivel van dolguk, mert ez a két tanítvány, ez nem a Jézus közvetlen 12-es tanítványi köréhez tartozott, ezek más tanítványok voltak, akik
Az is lehet, hogy azelőtt még személyesen nem is találkoztak Jézussal, de felismerték őt arról, ahogy megáldotta és megtörte, és nekik adta a kenyeret. Az Emmausi tanítványok még abban az órában útra keltek, hogy visszamenjenek Jeruzsálembe. Körülbelül 11 kilométerre van Emmaus Jeruzsálemtől, és késő este, mikor már besötétedett, akkor vállalkoztak arra, hogy egy nehéz, fárasztó nap után visszamenjenek Jeruzsálembe. Megtegyék ezt a hosszú utat. Ez is mutatja, hogy milyen fontos volt számukra a feltámadás, milyen fontos volt számukra az, hogy elmondják a 11 tanítványnak, hiszen Júdás már nem volt ott közöttük, elmondják a 11 tanítványnak, hogy találkoztak Jézus Krisztussal, hogy ő feltámadott, hogy ő él. Pedig éppen azért marasztalták Jézust, mert féltették attól, hogy beesteledett, féltették a vadállatoktól, féltették a veszélyektől, a rablóktól. Most mindez nem számít, hanem elindulnak vissza Jeruzsálembe. Azért, mert érzik, hogy Jézus velük van. Nem bírtak magukkal az örömtől, nem tudták tovább magukban tartani az örömhírt, sürgette őket a mondani való. Meg akarták osztani a többi tanítvánnyal, hogy Jézus feltámadt. És most már belátják azt, hogy igaz az, amit ők üres asszonyi fecsegésnek véltek. A feltámadott Úr Jézus Krisztus ma is odaszegődik mellénk, hogy kibeszélhessük magunkat előtte. Amikor már nem bírjuk tovább magunkban tartani titkainkat, kérdéseinket, kételjeinket, vagy akár örömeinket, akkor el kell mondanunk neki, mert Jézus Krisztusnak van ideje ránk, és megtörténhet újra és újra az Emmausi csoda, hogy Jézus felfedi az ő kilétét mi előttünk. Jézus betér hozzánk, hogy örömöt, vigasztalást, bátorítást adjon. Ő most is mellettünk van, csak fel kell ismernünk őt. Jézus Krisztus az ajtónk előtt áll, és várja, hogy bebocsássuk őt, engedjük be 2020 húsvétján is Jézus Krisztust a mi életünkbe, engedjük be őt, aki önmagát adta értünk. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 23. Zsoltár első két versét, az úrvacsora vételére készülve. A 23. Zsoltár első két versét énekeljük, így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom.
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akaratja szerint, kinek legyen dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. Kedves testvéreim, mielőtt a szent asztalhoz járulnánk, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Megírva található ez Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében, a 11. résznek a 23-tól a 26-ig terjedő verseiben. Az ige olvasását felállva hallgassa a gyülekezet. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Foglaljunk helyet, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk. Mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örök Isten. Téged magasztalunk, mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted. Téged magasztalunk, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért az angyalokkal és minden mennyei seregekkel együtt dicsérünk, magasztalunk és áldunk téged. Szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten. Áldottak jön az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság, a dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed megváltó Urunk értünk hozott áldozatát. Légy segítségül nekünk abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és őszintén megvalljuk bűneinket te előtted. Ámen. Mondjuk mindannyian fennhangon, könyörülj rajtam én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ámen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek fennállva tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván egyetemes keresztény egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal egyházunk állandó gyakorlatához képest néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti éretetek testben elbocsátotta, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztotta halálból és halandó testünket, halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, és akik online szeretnének velünk együtt úrvacsorázni a Szentlélek közösségében, és elkészítették a szent jegyeket, járuljunk szép renddel és alázatos szívvel az Úr asztalához. Úrvacsora vétele alatt a 459. dicséretünknek énekeljük első és azt követő verseit. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Imádkozzunk. Mondjuk közösen a kenyérvétel előtti imádságot. Uram Jézus, a te megtöretett szent testednek érdemében részeltes engem is, szegény bűnös szolgádat, szolgáló leányodat. Ámen.
halálát hirdessétek, amíg eljön. Mondjuk el közösen a borvét előtti imádságot. Uram Jézus, a te kiontatott szent vérednek érdemében részeltes engem is, szegény bűnös szolgádat, szolgáló leányodat. Ámen. Énekeljük a 459. dicséretünknek negyedik és utolsó versét. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Foglaljunk helyet. Atyám fiai, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vala az apostolok, az első keresztjének, a reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, úgy éljetek, hogy ezt a nagy kegyelmet, amelyet ma is vettetek, hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és meg is bizonyított a mi Urunk Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, tökéletesek és könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Jézus Krisztus is megbocsájtott ti néktek. Az Istennek békessége, amely minden értelmen felül van, uralkodjék a ti szívetekben, kik egy testben és egy reménységben hívattatok el. Mielőtt megtérnénk, és Isten tiszteletünket zárnánk, emeljük imádságban szívünket Istenhez,
adjunk hálát a velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk hozzá eképpen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket. Meggyógyítod minden betegségünket. Megváltod életünket, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett igédet megerősíted a sákramentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és mindnyájunkat egy reménységre hívtál el. Dicsőítünk ezen a napon, hogy a feltámadott Krisztus bűnből és halálból szabadító érdemért bátran jöhetünk a kegyelem asztalához. A világban ezer gond és baj van. Félelem rettent bennünket, és a vírus. Urunk, köszönjük neked, hogy mégsem vonod meg tőlünk kegyelmünket, hogy a te jelenlétednek ezzel a csodálatos zálogával is, a te megváltásodnak csodálatos jegyeivel is itt voltál szent lelked által velünk és közöttünk. Atyánk, fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel először dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára. Hadd legyen egész életünk bizonyság Krisztus nevéről. Ezért kérjük szent lelked erejét. Amen. Fennállva mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem néktek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. További hirdetéseket leülve hallgassuk meg. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy következő istentiszteleti alkalmunk egy hét múlva vasárnap lesz, itt a képernyőkön online formában. A református istentisztelet 9 óra 15 perckor kezdődik. Vegyünk ezen minél többen részt. E helyről is minden gyülekezeti tagunk nevében és családunk nevében is áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Áldásvétele előtt Isten tiszteletünk végén énekeljük a 457. dicséretünknek mind a három versét. A 457. dicséretünknek énekeljük mind három versét, az első vers így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Yeah.
Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, megáldjon tégedet az Úristen, megigazítson a Fiú Úristen, megszenteljen a Szentlélek Úristen, hogy áldottak legyetek házatokban és házatokon kívül, testetekben és lelketekben, áldottak legyetek a földön és a mennyben, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség!